Kis a Föld Podcast. És a Föld Podcast. írek helyben azonnal. Köszöntöm a hallgatókat, Posgai Kitti vagyok. Mai vendégem Szürné Hodosi Hajnalka, aki közel húsz éve foglalkozik kismamákkal, nőkkel, de hogy pontosan mivel is, azt felsorolni is hosszú lesz, hiszen a kismama joga oktató, babás joga oktató, női joga oktató, hatha joga oktató, szülésfelkészítő tréner, dúla, illetve kismama női intim tornát tart ennek a trénere, és intim specialista, jól mondtam ki? Igen, én Szeretettel, <laughs> Szeretettel Szeretette, a stúdióban. Én is, és a kedves hallgatókat is köszönöm hatalmas nagy tudás, tananyag, tapasztalás az, amit te most itt hoztál nekünk. Elkezdtünk róla beszélgetni még egy mikrofonon kívül, már akkor annyi mindent mondtál, hogy csak tágra nyílt szemmel hallgattalak, mennyire nem vagyunk tisztában a saját dolgainkkal, minők. Ebben segíts nekünk egy kicsit eligazodni, hogyan kerültél közelebb a, a nőkhöz, az intim tornához, egyáltalán ehhez az egész témakörhöz. Erről mesélj egy kicsit nekünk. Hát egy kicsit visszakanyarodnék a gyerekkoromhoz. Nagyon-nagyon szerettem már kisgyerekként elvarázsolt a szülés, születésnek a misztériuma, és már akkor úgy elhatároztam, hogy én nekem valahogy nőkkel kell foglalkoznom. Az élet nem úgy hozta, de tudjuk, hogy mindig visszakerülünk a helyünkre, ahol a feladatunk van, úgyhogy az irodát hátrahagyva magam mögött, ahol megmondom őszintén nem voltam valami szuper Ügyes, de nem is bánom, hiszen nem az volt a feladatom, hanem a belső hangomra hallgatva elvégeztem a joga oktatói képzést, nagyon érdekelt a terület, és ott láttam bizony, hogy vannak kismamák, és akkor felbátorodva, hogy elvégeztem a, a kismama joga képzéseket, aztán már jött magától a babás joga a női jogaoktatói, és hát azért elmondom, hogy aktív már több mint száz baba születésénél voltam jelen. Ezek életem legmeghatározóbb, legcsodálatosabb szüléstörténetei. Ö, nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy ennyi jóval ajándékozott meg. És amikor a kislányom megszületett, ő most már 24 éves, akkor én elvégeztem az intim torna képzést, illetve a tanfolyamot, mert azt gondoltam, hogy igenis helyre kell tenni azokat az izmokat, amelyek elmozdultak doltag a testemben újra szerettem volna olyan fit, energikus nő lenni, mint korábban voltam, de akkor még, még eszembe se jutott, hogy én egy szerintim torna tréner leszek, és ahogy aztán az idők teltek, ugye most már 17 éve foglalkozom nőkkel és kismamákkal, rengeteg intim panasszal, problémával kerestek meg a kismamák, illetve akik már szültek, és akkor határoztam el, hogy ezt a tudást meg kell szereznem, és még ezzel is segíteni kell őket, segítenem kell őket, hogy a baba várásuk is kiegyensúlyozott legyen, boldogok legyenek, ne féljenek a szüléstől, és utána nagyon fontosnak tartottam a regenerálódást. Mit jelent az Intim Medical Specialista? arról nem ejtettél még szó. Igen, tudásanyagban annyit jelent, hogy mélyebb anatómiai ismeretekkel, szakvizsgával rendelkezem, és nem csak prevenció, azaz az megelőző jelleggel tudok foglalkozni a nőkkel, hanem már a komolyabb sérves, sűjedéses elváltozásokat is, mint például a cisztokéle, a hólyagsérv, a mély a végbél ugye a rektokéle, vagy az uretrok kéle, ezekkel a sérves elváltozásokkal is tudok foglalkozni, és hát ami a legfontosabb, ami talán majdnem minden nőt érint, az inkontinenciával is, és nagyon-nagyon jók a tapasztalatom, mert most már négy éve foglalkozom ezzel a szakterülettel, és nem történt műtét. Tehát akik előre voltak jegyezve műtétekre, Hónapokkal előtte, akik végezték a rendszeresen és szorgalmasan az intim tornát, azok elkerülték a műtétet. És ezért ez egy nagyon-nagyon jó visszaigazolás, hogy az intim torna, hogyha foglalkozunk magunkkal, akkor ez mindig hasznunkra válik és működik. Az intim torna, ha jók az ismereteim, az egy belső torna. Igen. Tudom, ehhez megvannak a speciális módszerek, és annak a tudása, hogy hogyan tudott -e rávenni az Embert, hogy ott és azt erősítse, amit kell nehezen jövünk rá. Hát igazából ezt az iskolában nem tanítják nekünk, hogy hol helyezkednek el az intim izmaink. Most egy nem megyek bele nagyon az anatómiába, meg a latinba. Azt elég, hogyha a tanfolyamon ugye meghallgatják, akik hozzám fordulnak. Annyit kell tudnunk, hogy a testünkben két vízszintesen futó izomlemez van. Az egyik a rekeszizom, ami a melkasunkat a hasüregtől választja el. A másik vízszintesen futó rekeszizom pedig a gátizomzat. A gátizom egy három rétegű, úgy képzeljük el, mindegy három rétegű szendvicset, és a farok csigolyától egészen a szemérem csigolyáig tart, és ezt a hatalmas, nagy a medencének a kimeneti nyílását zárja, és gyűrű záróizmokkal, a hucsőhüve, illetve a végbél záróizmokkal zárja a nyílásokat. Ebből az következik, mivel haráncsikolt az izomzata, ez azt jelenti, hogy akaratlagosan befolyásolható, tehát edzhető és tornáztatható ez az izom. Nagyon egyszerű módon, mikor valaki kételkedik menni, hogy hogyan lehet egy láthatatlan izommal dolgozni, akkor mindig arra kérem az érdeklődőt, hogy már most meg tudja tapasztalni, hogyha végez egy erőteljesebb széklet, visszatartó mozdulatot, most így terheltes helyzetbe is, amit egyébként nem szoktunk, csak a megéreztetéseknél, már lehet érezni is, hogy az izom igenis dolgozik. És hogyha ezzel terápiában foglalkozunk, a pácienseknek megfelelő terápiát adok, akkor ezzel nagyon-nagyon nagy hatást lehet elérni, teljes gyógyulást lehet elérni. Van egyfajta alapállapota ennek az izomnak, amivel megszületünk, ahogy növünk, hízunk, fogyunk, gondolom ott azért már alapból változhat valamit az állaga, az állapota, de mi az, ami a legjobban befolyásolja a gátizomnak a működését, illetve a működésének a csökkenését. A csökkenését. Hát a legeslegjobban, hogy az idő előre haladtával, hogyha nem foglalkozunk az izmokkal, azért azt tudni kell, hogy azok veszítenek az erejükből. Minden izmunk, így a gátizomzat is. De azt kell tudnunk, hogy mi egyenrangúak vagyunk, mi nők a férfiakkal, de a gát területét tekintve nem. Ugyanis a mi feladatunk az utódnak a kihordása, megszülése, és ez elképesztő terhet és ö, igénybevételt jelent a gátizmuktól. Ezért ö, létezik olyan, hogy ugye elvégeztem a kismama ö, intim medikálképzést is, ezzel a kismamáknak is tudok segíteni, hogy a várandóságra tudjanak készülni. you and Itt merőben más ö, ö, gyakorlatokat végzünk, hiszen nem az a lényeg, hogy erős legyen a gátizomzatunk, ami lehetetlenné is teszi, mivel a kismamák progeszteron túlsúlyba vannak, tehát ez egy terhességi hormon, és ilyenkor az izmok ö, nagyon kellemes, relax állapotba kerülnek, úgyhogy nem lehet erősíteni, és nem is szabad erősíteni, hanem az a feladat, hogy rugalmas elasztikusságot adjunk az úgynevezett kégeli gyakorlaton alapuló speciális kismama intim tornával. És a szülés után, amikor pedig megszültek, akkor 6 hétig ugye eltörténik a finom, óvatos regenerálódás, és utána jöhet, amikor a baba már 6 hetes, akkor utána visszajöhetünk, már jobb az erőllétünk, akkor pedig már jöhetnek az erősítő gyakorlatok, amik teljesen más jellegűek, mint a várandóság alatt végzett gyakorlatok. Ezek adják vissza a hüvelynek, a végbélnek az erejét. Nagyon kevesen tudják, hogy a végbél is abszolút részt vesz a szülésben, hiszen ennek az izomnak az engedélyével történik a szülés. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a tréning során foglalkozunk az egész gáti területtel, ne csak a hüvelyel, hanem úgy ámblokk az egészet erősítsük. Mik azok a dolgok, mik azok az élettani dolgok, amiket befolyásolhat még a gátizomnak a nem megfelelő működése? Hát a, a nem megfelelő működésnél itt arra kell gondolni, hogy a legsúlyosabb, ami majd, majdnem minden harmadik nőt érint, az az inkontinencia. Ez a vizelet megtartási képtelenség. Rengetegen használnak betétet, létezik szélszéklet-inkontinencia is, ezzel a problémával is nagyon-nagyon sokan keresnek. Utána, ami még mellette van, ugye a menstruációs görcsök. Tehát mondani, aki az első napokban nem is tud elmenni dolgozni. Nagyon jó hat rá ez a fajta terápia, akkor a babaváró program, a meddőség, ami égető probléma a mai világban, segíti ugye a babaháznak a felújítását, és segíti ugye a petevezetékeknek az átjárhatóságát, segíti a petesejtnek a beágyazódását, és megkönnyíti a szülést, tehát a meddőségre, a babaváró programra is kétűnő. Léteznek olyan nőgyógyászati problémák, mint a PCOS, az endometriózis, a miomák, a ciszták, a mészájsebb, a polipok, ezeknek a gyógyulását is segíti. Ugye beszéltem a szülésre készül, beszéltem a kismamáknak a programjáról, hogy mennyire fontos utána, a szülés utáni regenerálódásról. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül az aranyeres székrekedéses panaszokat. És itt azért hadd említsem meg, hogy a, bármennyire hihetetlennek hangzik, egy intim torna alkalmával már másnap jeleznek a páciensek, hogy megszűnt a székrekedés. Tehát olyan szinten, majd egy picit elmagyarázom, hogy hogyan lehetséges ez. Beszélni fogok még róla tovább folytatva ugye vannak a szervsülyedések, abszolút és nagyon-nagyon jó hatásfokkal gyógyíthatók a alhasi szerveink sűjjedései, női szerveink sűjjedése, a mély a hólyag sűlyedés a végbél Itt a, a teljesen a műtéteket azt tudom mondani, hogy egy 3-4 hónap terápiás idő alatt nagyon szépen el lehet a műtéteket felejteni. A nőket az intim gyulladások is megkeserítik, erre is orvosolható, orvosolható az a probléma. Ugye a nőknél előfordul a mióma, a cisztákról beszéltem, és még egy nagyon fontos terület van, a változókori panaszok. Hát a változókor ugyan a nőknek az 50-es, 45-50-es éveiben kezdődik, de azt tudom mondani, hogy valami elképesztő jól fokozza a petefészeknek a működését a napi torna, és ezáltal nagyon-nagyon jól kitolja a változókornak a megjelenését. Nagyon jelentősen csökkenti a változókori intim panaszokat, amelyek tudjuk, hogy a hüvelyszárasság, Utána az irritációk, azt mondja, ugye az éjszakai izzadások, akkor a verejtékezés, az álmatlanság, a hangulatingadozások, ingadozások, a libidócsökkenés, a hüvelynek a gyengülése, és még sorolhatnám ugye a változókori panaszokat, de ezeknek a nagy részét is segíti, illetve megoldja az intim torna. Azt se tudom, hova kérdezzek vissza. Annyi-annyi mm -hmm. mindent mondtál el. Az jutott legesleg először eszembe, hogy hány éves kortól érdemes mondjuk nekiállni, hogy mondjuk már előre felkészítsük a testünket, mm -hmm. vagy általában akkor keresnek meg téged először, amikor babát várnak, és gondolják, hogy jobb lenne egy kicsit felkészülni, vagy esetleg meddőség kapcsán. Tehát így a babavárás környéke az első találkozási pontod, vagy akár már előbb is? Van, aki, aki tudatosabb, és itt megemlíteném a sportoló hölgyeket is, a fiatal, fiatal hölgyeket, akik valahány évesek, és már nagyon-nagyon súlyos stresszinkontinenciájuk van, a stress inkontinencia az azt jelenti, hogy belső hasűri nyomás fokozódására létrejött vizeletvesztés, amely lehet ugye belső dolgok miatt is, mint például a köhögés, tüszentés nevetés, de lehet a külső a rázkódás, az emelés, a cipekedés, a tornázás, az aerobik. És bizony kezelek olyan fitness edzőt, akinek elképesztő jó az izomzata, de a sok szögdeléses ugrálás tornától már komoly sűjjedéses elváltozása van. Tehát a szülés után viszont egyre gyakrabban találkozom olyan nőkkel, főleg akik nagyobb babát szültek, négy kiló feletti babát, hogy jönnek már vissza holyak sűjjedéssel, mély sűjjedéssel, végbél sűjjedéssel. Tehát az intim tornát én igazából mindenkinek szívből ajánlom, 18 éves kortól 100 éves korig lehet végezni. Mindenkinek ajánlom, aki fitten szeretné tartani az intimizmait, mert az intimizmok edzése az megfiatalítja a testet, növeli az életerünket. Pozitív kisugárzással, önbizalommal és magabiztossággal ajándékoz meg. Előzi a női gondokat, méregteleníti a testünket, fokozza életörömünket és megerősíti a párkapcsolatunkat. Tehát mindenkinek ajánlott, aki egy picit is szeretne magával komolyabban foglalkozni, ez egyfajta belső igényességet jelent. 18 éves kortól 100 éves korig fogadok minden kedves hölgyet, kismamát, mert mindenkire nagyon-nagyon jó vitalizáló hatással van. És ezt említetted is még itt a stúdió beszélgetés előtt, hogy 70 év körüli korosztály is jár hozzád. Itt Igen. általában a vizelet megtartása az, ami Igen, a fő probléma. Igen. Igen, igen. Hát nagyon-nagyon tudja rontani az életminőséget a rosszul működő vagy alig működő gátizom, mert a, 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 akiknek nem működik normálisan a záróizma, azok egy nagyon beszűkült élettérben mozognak. Tehát nem tudnak egész egyszerűen társas összejöveteleken részt venni. Állandó szorongás, félelem, szégyenérzet kapcsolódik, retteg és kapcsolódik hozzá, hogy nehogy kínos helyzetbe kerüljenek. Nem mernek befizetni egy társas, buszos utazásra. Nem mernek elmenni egy hosszabb rendezvényre, egy színházi előadásra. Tehát nagyon nagy mértékben rontja az életminőségüket. És most már szerencsére egyre több idősebb hölgy keres meg. Nagyon szeretek velük együtt dolgozni. Talán az élet koromból adódóan is nagyon könnyen megtalálom a hangot, mint a fiatalabb, mind az idősebb koros Tájjal. úgyhogy a legidősebb hölgyek jött, már 80 fölött volt, de azt mondta, hogy megérte neki, mert végre eldobhatta a betétet, és, és végre kinyílt újra előtt. Micsoda az élet. felszabadító érzés lehet ez. Igen, ezért írtam azt, hogy megfiatalítja, mindjárt erre még mondok példát, hogy kiegyensúlyozottságot, önbizalmat, magabiztosságot tud adni egy nőnek, hogyha az intimizmai rendben vannak. És ez kiül az arcunkra, ez a, ez a magabiztosság, és ez egy nagyon, úgy írtam a, a tréning végére, hogy a, az intim egészség, az egy felszabadult, boldog, örömteli életet tud adni. Hm. Még mielőtt elfelejtjük, említetted, hogy... Fogsz majd mondani konkrét példát a székrekedéssel kapcsolatban, hogy egy intim torna hogyan tudta megszüntetni azonnal a székrekedést? Hát ez egy nagyon-nagyon jó téma. Most egy picit akkor erről többet fogok beszélni. A mai társadalmat elképesztő módon érinti, tehát nagyon-nagyon sok a székrekedéses probléma, mind a nők, mind a férfiak körében. Ennek több oka is van. Az első az az ülő életmód, tehát nagyon sokat ülünk, a belek mozgása lelassul. Szinte csak vegetálnak. Amikor elkezdjük végezni az intim tornát, akkor ugye az történik, hogy most egy picit el fogok kanyarodni a témától, de majd ö, mindjárt meg fogod érteni, hogy miért teszem. A Gátizomtorna az egy energia pumpa. Úgy képzeld el, mintha a szívünk ahogy dobog és viszi a vért, a tápanyagot a sejtjeinkhez, az intim torna lentről indít a gyökércsakrából, és egészen fölpumpáljuk a vért. A az azaz a szakrális vagy más néven szexcsakráig és ilyenkor a női szerveinket, a hólyagot, a beleket ellátjuk elegendő energiával, és egy szomató infravizsgálat során már meg lehet állapítani azt, hogy elképesztő vérkeringés zajlik az alhasi szerveinkben, és ez, ezt már a jogik is 5000 évvel ezelőtt tudták, hogy aki végezte az intim tornát, annak jelentősen megnőtt az élet ereje, a vitalitása. Tehát, hogy aki elkezdi végezni a tornát, az azt veszi észre, hogy ő nem olyan fáradékony, ő fittebbnek érzi magát. Ez mind a tornának a hatása. És akkor visszakanyarodnék az előző kérdésedre, hogy ugye a székrekedés. Meg kellene tanítani már a gyermekeinknek azt, hogy a mikor felébredünk, akkor kötelező a reggeli fogyasztása. Teljes kiörlésű pékárót tudok javasolni, egy pohár teljes kávét, zöldséget, gyümölcsöt, sajtot, és csízt, tartalmas reggelivel induljunk, és utána ezt kevesen tudják, hogy a testünkben van egy úgynevezett gasztrokólikus reflex. Ez azt jelenti, hogy az elfogyasztott reggeli után nulla és 15 percen belül jön a székelési inger, és ilyenkor meg kell látogatnunk a mosdót, mert ha ezt nem tesszük meg, és kocsiba ülünk, akkor ott már nem tudunk vele mit kezdeni, vagy ha beérünk a munkahelyünkre, ott már az kényesebb a téma, nem szívesen, a hölgyek nem szívesen mennek el a mosdóba, és hogyha elkezdik tartogatni, az már egyrészt ugye megnyújtja végbélnek a tartószallagját, és akkor ugye már kialakulhat a rektokéla végbélsüllyedés, és ugye még itt nagyon fontos azt hozzátennem, hogy tehát a gastrokolikus reflexel hogyha minden nap sikerül székletet üríteni ha végezzük a gátizom tornát, ami beindítja a beleknek a működését, akkor már ott nyert ügyünk van. És hozzáteszem azt, hogy nagyon sokat kell, tehát folyadékot kell fogyasztani, amikor felveszem a, a státuszukat a hölgyeknek, amikor jönnek hozzám, átnézem az orvosi papírokat, kitöltjük a kérdőívet, akkor látom, hogy milyen nagyon keveset isznak. Tehát, és nagyon keveset járnak pisilni. A napi fél liter, egy liter nem elég. A háromszor négyszeri vizelet ürit, kevés. Egész egyszerűen ö, sanyargatják, és ö, mérgezik a testüket, mert ugye a vizeleten és a székleten keresztül távoznak a méreganyagok a testünkből. Tehát azt tudom mondani a válaszodra, hogy ö, ö, amikor jelentkezik a székelési inger, akkor el kell menni, nem szabad tartogatni, ö, elegendő folyadékot kell fogyasztani, kell, végezni az intim tornát, és hogyha dúsan táplálkozunk, akkor ezek a panaszok ö, már általában másnap szokták jelezni, hogy megszűntek. Hm, ennyi. Hát minden sokat a, tudnék róla, de ez, ez a nagy titok. De ez, 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 ez igen, 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 Tehát igen. Akkor időben fel kell a gyerekeket is, hogy ne a, igen. az indulás előtt igen. kapkodjanak be gyorsan még egy-két falatot, hanem hogy legyen idejük. Igen, mert a suliba is. már nem szívesen mennek el, ugyan, több ok miatt is, de nagyon-nagyon rossz az, amikor valaki csak reggel felhörpinti a kávéját, és úgy megy tömegközlekedve, vagy autóba, akkor az történik, hogy a széklet jönne de egyszerűen vissza kell, hogy húzódjon az úgynevezett ampullába, és ott bizony az történik vele, hát most lehet erről beszélni, hogy kimegy belőle a vizelet, és nagyon kemény és szárazzá válik, ami aztán további bajok okozója lehet, itt gondolok arra, hogy egy préseléssel, nyomással járó székletürítés, az nagyon sok esetben okoz fisszúra állni végbérepedést, amivel aztán lehet járni hónapokon keresztül a proktológushoz meghozzám, de ezeket meg lehet előzni. Az intim torna tanfolyamokon az első napon, az elméleti napon egy PowerPoint bemutatón nagyon érdekes előadást tartok a résztvevőknek, hogy hogy néz ki a gátizomzat, hogy kell elképzelni, mi az izmoknak a feladata, mik a rizikófaktorok. Arról még egy picit szeretnék beszélni, majd még a rizikófaktorokról. Tehát rizikófaktornak számít a székrekedés, a préseléssel végzett vizelet és székletürítés, a várandóság időszaka abszolút, a nőgyógyászati, urológiai, proktológiai tágítással járó műtétek a futás, szögdelés, felugrálása járó sportágak. Rizikófaktor az ülőmunka görnyetes tartásban, mert az alhasi szervek nem kapnak elegendő vértápanyagot, és megszűnik a belegben a kellő perisztaltika. A rendszeres tampon használat mindenféleképpen gyengíti a gátizomzatot. Ez, hogyha valakinek azt mája allergiás tünetei vannak, akkor a köhögés és a tüszentés alkalmával teljesen kimerül a gátnak az erőtartaléka tartozik az örökletes kötőszöveti gyengeség, ami mindig anyai ágon öröklődik. Mi magyar nőknek a kétharmada gyenge kötőszövettel rendelkezünk. Nálunk délebre az olaszok, illetve a finnek, a dánok, a svédek, az északi népek nagyon jó kötőszövetűek. Ha szülnek három-négy gyereket, nem látszik meg rajtuk, viszont nekünk mutatják a striák, a narancsbőr, a megereszkedett gátizomzat, hogy Bizonyít bizony itt azért van mit tenni. A rizikófaktornak számít az anal szex, az emelés, cipekedés, súlyzós edzések, a rizikófaktora sok felfázással, altesti gyulladással járó betegségek, utána a hormonváltozás, a várandóság időszakára gondolok és a klímaxra, a helytelenül végzett intim torna gyakorlatok. Itt megállnék egy pillanatra. Nagyon-nagyon helytelen, hogyha valaki felmegy a netre és keres egy online kurzust akár visszanézhető, akár nem. Most jó esetben nem történik neki károsodása, de ott nem személyre szabottan foglalkoznak vele, és hogyha a hölgynek már van egy mély vagy egy hólyag süllyedése, vagy végbé süllyedése, akkor bizony mind, minden esetben ártunk vele, mert itt alkalmazni kell a terápiás szempontokat, és máshogy fektetek el egy cisztokélés beteget, és máshogy egy végbésüljedéses beteget. Tehát megvannak ennek a szakmai előírásai. És ezért vannak, akik részt vesztek már ilyen kurzuson, hogy jönnek hozzám, hogy hajni, rosszabb lett az állapotom, két hónapja végzem, és több a panaszom. Igen, mert nem specialistához fordultak. Tehát ez annál azért többet jelent, mint gondolnánk. Tehát oda kell erre figyelni. A, a túlsúly is rizikófaktornak számít, a dohányzás alkohol, a cukorbetegeknek mindenféleképpen ajánlom, hiszen a, a vizelettel együtt távozik a cukor, és éheznek a sejtjeink, úgyhogy éhezik a gátizomzat is, tehát renyhességet tapasztalhatunk. Ide tartoznak még a gyógyszerek, altatók, nyugtatók, izomlazítók, mindezek rizikófaktornak számítanak. Elég sok mindent mondtam, ugye? Kiti. Elég sok mindent, és az a helyzet, hogy az egy adásra jutó időnkből lassan ki is fogunk futni. Én úgy gondolom, hogy a hallgatókkal együtt nagyon szeretnénk, hogyha visszajönnél hozzánk, és folytatnánk ezt a témát. Rengeteg dologról kellene beszélgetnünk. Részletesebben belemehetnénk Jó. nagyon sok dologba, amiket most felsoroltál. Minden esetre nagyon szépen köszönöm. Hogy ilyen, ilyen szakszerűen összefoglaltad, és legalább felnyitottad az érdeklődést az iránt, hogy foglalkozzunk, igenis foglalkozzunk magunkkal, és törődjünk azzal a gátizommal is. Ne csak a bicepszekkel. Hát nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, és remélem, hogy egy kicsit közelebb tudtam hozni az emberekhez, egy kicsit érthetőbbé tettem, hogy miért fontos a gártizmokat erősíteni, úgyhogy még egyszer is köszönöm Kiti a lehetőséget, köszönöm a, az alkalmat, úgyhogy minden jót kívánok, viszont Szeretettel várunk vissza hallgatóinknak is, köszönjük szépen a figyelmet, minden jót, viszont Kisalföld Podcast! Hírek helyben, azonnal!